Felsőtárkány ellen is 4 gólt rúgott a Nyíregyháza Spartacus, a csapat eddig 20 alkalommal talált be az ellenfelek kapujába, és mindössze 3 gólt kapott. Amikor mi vezetés szerzünk, utána az ellenfélnek piciket jönnie kell jobban, mint a korábbiakban, és ebből lehetnek nehézségeink, de megoldottuk. Tehát túlságosan nagy gáz nem volt. Az tény, hogy újfent szereztünk 4 gólt, és szerintem ez megint önmagáért beszél. A Spariban hetek óta jól teljesít Törtei Tamás, a védő ráadásul nem eredeti posztján, a szélen játszik, hanem belső védőként szerepel. A játékosnak tetszik az új szerepkör. Jól éreztem magam a pályán, úgy balvédőben, mint belső védőben is. Hát új szerepkör valamennyire, de tavaly előtt már úgy az előző edzőim megpedzegették ezt a posztot nálam. Tamásnál, Lucsánszkinál is játszottam, és most a Janinál úgy néz ki, hogy kicsit többet fogok játszani belső védőbe, de nem bánom, mert jól érzem magam. Lembi 3 ugye más, kicsit alacsonyabb osztályban könnyebb játszani ezt a posztot, és pont ezért jobban is érzem magam. Kevesebb futással jár, viszont többet kell fejben gondolkodni, ott kell lenni a pályán azért jobban, mint szélső védőként. Az együttes a hétvégén azt a Putnokot fogadja, melyet a Magyar Kupában ősszel egyszer már legyőzött, igaz, akkor csak a hosszabbításban. Hasonló játéképet várok, mint a kupamérkőzésen volt. Remélhetőleg mi dominálunk, és remélhetőleg hamarabb szerzünk gólt. A Spari Putnok meccset szombaton rendezik a Városi Stadionban, a Nyíregyházi TV pedig vasárnap felvételről közvetíti a találkozót.